A korábban közöltnél kevesebb halálos áldozata van a péntek reggeli kazahsztáni repülőgép szerencsétlenségnek. Az első hírek 15 halottról szóltak. A belügyminisztérium később 12-re módosította a számukat, hozzátéve, hogy 49 sérültet jelenleg kórházban ápolnak. A Fokker 100-as típusú gép a korábbi fővárosból, Almatiból indult a jelenlegi főváros Nur-Szultán, régi nevén Asztana felé, fedélzetén 93 utassal és 5 tagú személyzettel. Nem sokkal a felszállás után azonban belecsapódott egy betonkerítésbe és a mögötte lévő kétszintes épületbe. Az ütközés után a gép törzse ketté tört, de egyik fele sem gyulladt ki. A baleset okát még vizsgálják. Az biztos, hogy az idő tiszta volt, a kissé fagypont alatti hőmérséklet pedig megfelelt az ilyenkor szokásosnak. Tokajev kazah elnök a Twitteren közölte, hogy a repülőgép katasztrófa összes felelősét meg fogják büntetni. A hatóságok szerint vagy a pilóta hibája, vagy műszaki hiba okozhatta a balesetet. A lezuhant gép 23 éves volt, és legutóbb májusban kapta meg a hivatalos működési engedélyt. A vizsgálat idejére az összes Fokker 100-as repülését felfüggesztették, és az érintett légitársaság más típusú gépei sem szállhatnak fel.